Üdvözöllek! Hát szeretném megmutatni, hogy hogyan alakítottam át most a kis keltetőmet, hogy telefonról tudom vezérelni, megnézni, hogy mikor milyen a hőfok, páratartalom, és kapcsolni a lámpát, ventilátort, ilyesmit egy ilyen kis alkalmazással. Méri itt a legfelső alsó hőmérsékletet, ami a palánta tárca alatt van, végül is az a fűtőfólia hőmérséklete. Méri a felső hőmérsékletet, ami az a kis érzékelő mér itt a levegőben, és van egy érzékelő, ami a földbe van az egyik helyen beleszúrva, és a föld hőmérsékletét méri. Itt lehet a fűtést bekapcsolni, kikapcsolni, a lámpát bekapcsolni, meg vissza. Hát még rátettem itt a ennek a lámpának a vezérlését is. Most nem nagyon látszik a fénye. Ezt is innen tudom kapcsolni. És akkor még itt van még a ventilátor a ládának a két végén. Ezt is ezzel tudom kapcsolni. De a lámpa az be van állítva időzítésre, hogy reggel 6-tól este 10-ig világít ebbe a keltetőbe. A másik az pedig hajnalban egy picit még nem ér ide a nap, 5 órától olyan 7 óráig, meg este 5 órától olyan 10 óráig világít. És akkor még itt lehet nézni a hőmérséklet adatokat, páratartalom, ez visszamenőleg is rögzíti az egészet. És akkor ezt egy ilyen kis vezérlővel, ide is tettem rá kijelzőt. Sajnos ez a videón nem nagyon látszik, de itt is írja a hőfokokat, meg páratartalmat, és ez vezérli az egészet. Úgyhogy bárhol vagyok, telefonról tudom megnézni a hőmérsékleteket, meg ha akarok állítani rajta. Úgyhogy fejlesztettem egy picit idén is. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, szia!